Az inzulin rezisztenciáról, annak tüneteiről, kezeléséről beszélgetünk a stúdió vendégével itt a Csillag.rádió műsorában. A következő percekben köszöntöm dr. Török Andrást, a Gyermekegészségügyi Központ Gyermekgyógyászát, diabetológust, adjunk Magáról az inzulin rezisztenciáról valójában nekünk mit kell tudni? Ez egy nagyon köztudatban lévő fogalom már. Mégis én azt hiszem, hogy tisztát nélik a fogalmat, mielőtt beszélünk róla. Igen, mindenképpen célszerű tisztázni a fogalmakat, meg magát a kórképet is. Ez valóban az utóbbi időben elég nagy tért nyert, szokták ezt úgymond divatos kórképnek is nevezni, hogyha az ember interneten itt-ott nézelődik egészségügyi oldalakon, akkor egyre több információt kap erről az inzulin rezisztenciáról. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk először célszerű tisztázni, hogy mi az az inzulin és mi az inzulin rezisztenciának a lényege. A szervezetnek szüksége van tápanyagokra, a szívizomsejtől, a csontsejtől, az idegsejtől elkezdve minden apró sejtünknek szüksége van tápanyagokra, többek között szénhidrátokra is, ezeket szokták pontgyalán cukroknak is nevezni. Amikor az ember bármilyen ételt itt a azt ugye a tápcsatornából felszívulnak ezek az anyagok, ahogy említettem, a szénhidrátok is. Azonban ahhoz, hogy a sejtekbe bejussanak, tehát az izomsejtjéhez, izom a szív, szív, szívizom sejtjéhez és így tovább, ahhoz inzulinra van szükség. Az inzulin egy olyan hormon, ami folyamatosan jelen van a vérünkben, egy bizonyos alap inzulin szintre a nap 24 órájában szükségünk van. Ehhez hozzá tevődik még az a szükséglet, amikor elfogyasztunk egy ételt, akkor ugye a vércukorszint elkezd emelkedni, ilyenkor plusz inzulint pumpál a hasnyálmirigybe a vérbe, hogy ennek a vércukor emelő hatását ellensúlyozna. Tehát durván nagy közelítéssel így lehet elképzelni azt, hogy a szénhidrátnak meg az inzulinnak mi, mi a szerepe egymáshoz. Így van. És akkor hozzáteszük a rezisztencia szót, azaz? A rezisztencia szó az magyarul érzéketlenséget jelent. Miről is van szó inzulin rezisztenciában? Inzulin rezisztenciában arról van szó, hogy a korábbi munkához, a korábbi megfelelő cukortransporthoz sokkal nagyobb mennyiségű inzulinra van szüksége a szervezetnek. Ezáltal ugye az inzulin termelő béta sejtek egy nagy nyomásnak vannak kitéve. Azt szoktam mondani, mint amikor egy kicsit gyerekes hasonlat, de talán a megértés szempontjából célszerű lehet, mint amikor egy gyárról van szó, és a főnök egyre több és több csavart akar legyártatni a dolgozóival, és így nyilvánvalóan a dolgozóknak kell egy második, egy harmadik műszakot vállalniuk, és ezzel a munkaképességük folyamatosan csökken. Dulan ezzel a hasonlata lehetne ezt is párhuzamba helyezni, amikor egy inzulin rezisztencia van, akkor ugyanahoz a válaszhoz sokkal nagyobb mennyiségű inzulint ke, kell termelni a szervezetnek, és a béta sejtekre ez egy plusz extra feladatot ró, és hogyha ez a folyamat ez nagyon hosszasan fennáll, akkor előbb-utóbb ezek a béta sejtek ezek kimerülhetnek. Érdekes, doktor úr, nekem az a hasonlat jutott az eszembe, hogy ha sokáig szedi az ember az azonos gyógyszert, akkor egy idő után a szervezet hozzászokik, és meg kell emelni a, a gyógyszeradagot. Ez nem ugyanaz a párhuzam? Igen, igen, azt gondolom, hogy ebben is van, van hasonlóság, tehát ez is egy ez De kifejezőbb egy jó az, hogy leterheli a szervezetet. Így van, így van. És a kérdés az, hogy, hogy mitől van ez az inzulin rezisztencia, miért nem hat az a korábbi mennyiségű inzulin úgy, ahogy korábban kellett hatnia, miért van szükség egyre több és több inzulinra. Ennek több eleme van, de azt kell mondani, a legfontosabb eleme a túlsúly. Tehát először is fel kell deríteni az okot, ugye, hogy mi a magyarázata annak, hogy ma már nem elég, és miért nem dolgozik rendesen Igen. az inzulin. Aztán pedig megszüntetni betegség, ez az inzulin rezisztencia tulajdonképpen? Nem, azt gondolom egyáltalán nem. Betegségről nem beszélnénk, talán egy állapot a legkifejezőbb megfogalmazása, azt gondolom, tehát ez nem egy betegség, ez egy, ez egy állapot. Egy gyakorlatilag túlsúlyjal, figyelmetlen táplálkozással mi magunk kivívhatjuk. Pontosan így van. Tehát nyilvánvalóan vannak ritka esetek, amikor másról van szó, de az esetek döntő többségében sajnos ez a nyugatiasnak mondott életmód a felelős azért, hogy kialakul egy inzulin rezisztencia. Ha megnézzük az inzulin rezisztens mondjuk így betegeket, de ahogy az előbb is mondtam, hangsúlyozom, ez igazából nem betegség. Ezeknek döntő többsége ülőmunkát végző, elhízott egyén. Nyilván vannak kivételek, ezt szeretném hangsúlyozni, de azért a legtöbb, erre majd szeretnék is visszatérni, de a legtöbb esetben az inzulin rezisztenciát ez a nyugatias életmód hozza magával, tehát a mértéktelen sok plusz elfogyasztott tápanyag, a mozgásszegény életmód. Genetikát ilyenkor szokták megkérdezni, hogy a hajlam örökölhető-e? Örökölhető a hajlam, de azért ebben az állapotban egyértelmű a történet, hogy ha az egyén odafigyel az életmódjára, akkor azért nagyon nagy esély van arra, hogy ez az inzulin rezisztencia ez ne is alakuljon ki, illetőleg hogyha vált az életmódja, egy egészséges életmódra, akkor ez megszűnik magától. Akkor, ha már genetika, akkor a hajlamról is eszembe jutott, ugye azt szokták mondani, hogyha a családon belül cukorbetegség előfordul, az anyuka a cukorbeteg, akkor és van két gyerek, az egyik fiú, másik lány, akkor a fiú könnyebben válhat cukorbeteggé, mint a lány. Azt gondolom, hogy ilyen nemi különbségek, jelentős nemi különbségek azt gondolom, hogy nincsenek. De él a köztudatban ez egyébként, mert én, én példákat is tudok mondani, úgyhogy gondolom, mi... hogy önhöz is eljutnak. Igen, igen, de a mi tapasztalatunk az, azt gondolom, akkor... hogy a szakéldalom is azt mondja, hogy azért olyan jelentős nagy nemi különbségek nincsenek. Én most azt javaslom, hogy majd hallgatunk együtt muzsikát, mert azért az inzulin rezisztenciáról nem árt tudni, hogy milyen tünetei vannak, mi magunk mire figyeljünk, és hogy milyen kezelési módok és eljárások hozzák helyre újra az eredeti állapotot. Az inzulin rezisztenciáról beszélgetünk itt a Csirrakpont Rádió műsorában dr. Török Andrással, gyermekgyógyásztal, diabetológussal. Az adjunktus úrral az zene előtt már szóltunk arról, hogy valójában nem betegségről van szó, és a tünetei is, hát hogy úgy mondjam, akkor ismerhetők fel, amikor valami más betegség miatt kerül be az ember az orvosok kezek közé, mondjuk így, ugye? Pontosan így van. Ugye az előbb a folyamatnak az elejét elmondtam, aztán ugye, hogyha ez a, ez a fokozott nyomás, ami az inzulintemelő sejtekre helyeződik, tovább megy, akkor hiába pörgeti fel 100%-ra, meg 120%-ra magát, már nem fog tudni annyi inzulin termelni, ami a megfelelő munkához szükséges, és ezért lassan elkezdenek a cukra is emelkedni. Nem véletlenül mondják azt, hogy valójában csúnya hasonlattal ez az inzulin rezisztencia, ez a cukorbetegségnek vagy diabétesnek az előszobája lehet. Önmagában, ritka kivételtől eltekintve, az inzulin rezisztenciának valójában tünete nincsen addig, amíg rendben vannak a vércukrok, addig, amíg ez az emelt inzulin szint tud megfelelő vércukrokat biztosítani, addig meg végképp nincsenek tünetek. Tehát mondjuk egy mondjuk egy véletlenszerű laborvizsgálat során derülhet fényre az inzulin rezisztenciára, amennyiben a vizsgálatot kérő kollega a vércukor mellé inzulin szintet is kér a laboratóriumi vizsgálat során. Maga az inzulin szint okozza tulajdonképpen a felismerhetetlenséget, ugye, mert ő küzd és növeli a mennyiséget, amivel megpróbálja helyreállítani a szervezet rendes működését. Így van, ilyenkor azt látjuk, hogy az illetőnek a vércukor szintjei tökéletesek. Ugye az, azt gondolom mindenki számára ismert, a hölgyek számára, meg a gyerekkel bíró hölgyek számára, meg végképp ismert az úgynevezett OGTT, tehát a terheléses vércukorvizsgálat, amikor ugye vesznek vért éjgyomorra, aztán egy bizonyos mennyiségű cukros folyadékot isznak meg, és utána is vesznek laborvizsgálatot. Ennek során, hogyha kérünk a vércukor mellé inzulin szintet is, akkor derülhet fény erre az inzulin rezisztenciára. De addig amíg, addig, amíg a vércukrok rendben vannak, addig valójában ennek tünete nincsen. Kiket érint elsősorban? Itt szeretnék visszatérni arra a ritka kivételre, amit az előbb említettem. Van egy ilyen téves legenda, azt gondolom, a laikusok körében, hogy ez az inzulin rezisztencia csak hölgyeket érint. Ez egyáltalán nincs így. Valami igazság alapja ennek is van, hiszen van a policisztás ovárium szindróma, mozaik szóval PCOS-nek nevezzük. Ez micsoda? Ez egy olyan összetett, ez már valóban betegség, egy olyan összetett betegség, amely hölgyeket érint, egy tipikus policisztás ovárium szindró, szindrómával bíró hölgyet úgy kell elképzelnünk, hogy túlsúlyos, szőrösödik, tehát a férfi jellegek kifejezettebbé válnak rajta, szőrösödik, pattanásos, és ami a leglényegesebb kérdés, a menstruáció, menstruációjával van probléma. Rendszertelen nem jön meg, illetőleg nagyon sokszor akkor derül erre a szindrómára fény, amikor babát szeretnének, és nem sikerült teherbe esni a, a hölgynek és akkor felmerül valakiben, hogy van ez a policisztás ovárium szindrómája, és akkor egy komplex vizsgálat sor elé néz a páciens, amelynek eleme a vérvétel, az ultrahangvizsgálat. Nagyon sok ilyen PCOS-es hölgynél megfigyelhető ez az inzulin Ebben az esetben egy komplex hormonális problémával állunk szemben, tehát a hormonális problémákat már valóban gyógyszeresen kezelni szükséges lehet, de itt nem az inzulin rezisztenciát magát kezeljük, hanem ez az, az egész komplex szindrómát. De talán emiatt lehet ez a hiedelem, hogy az inzulin rezisztencia az csak a hölgyeket érinti, de ez egyáltalán nincs így. Hölgyeket, urakat egyaránt, és valójában életkori Küldődés nélkül. nélkül. Igen. Én nem most olyan régen azt olvastam, hogy mostansága a gyerekek körében egyre többen szenvednek inzulin rezisztencia miatt. Akkor ez nem tudom a felderítő munkának a hatékonyságára utalt? Tehát a betegség, most már nem is merem mondani, hogy betegség, hanem az előfordulás az gyakorlatilag ugyanannyit, csak kevesebbet tudtak eddig felderíteni? Azt gondolom, hogy arról van szó, hogy egyre több és több túlsúlyos gyereknél végeznek el laboratóriumi vizsgálatokat. Gyerekkorban tudni kell, hogy igazi szűrőjelegű vérvétel nincsen. Tehát a felnőtt gyógyász, kollégák egy bizonyos életkor felett ajánlják a felnőtteknek azt, hogy ha nincsen semmiféle tünete, teljesen jól érzi magát, akkor is érdemes vérvételt csinálni évente, amelynek eleme szokott lenni a vércukorszint is. Gyerekkorban ilyen szűrőjelegű vérvétel egy egyébként egészséges gyereknél nincsen. A, ahogy említettem is, az inzulin rezisztensek jó nagy része túlsúlyos. Mi valójában nem látjuk ezt a nagy emelkedést a gyermekpopulációban, de azt viszont látjuk, hogy egyre több és több túlsúlyos gyerek kerül be hozzánk. Sokaknál egy-egy magasabb vérnyomás az az a pont, ami miatt a házi orvos, illetve házi gyerekorvos kollega beküldi hozzánk, és amikor látunk egy ilyen gyereket, aki túlsúlyos, magas vérnyomás miatt küldik be kivizsgálásra, akkor nyilvánvalóan veszünk tőlük labolt, aminek egy túlsúlyos gyerek esetében elemek kell, hogy legyen a vércukorszint, és emellé párhuzamosan az inzulin szintet is levesszük. És, és ezenkor ezen... derül ki, hogy van-e vagy nincs. Így van, pontosan így van. De hát minden esetre pánikra ok nincs mert azért dolgozik az az inzulin, magát megteszi a maga tehetsége, tehetsége szerint a dolgokat, de azért nem árt elmenni a vizsgálatra, a vérvizsgálatra, mert azért mindenképpen célszerű közbeavatkozni, mielőtt bemegy a cukorbetegségbe, hiszen, mint mondta elő, szobája a cukorbetegségnek. Pontosan így van, sajnos ezekben a betegségében, állapotokban van a legnehezebb helyzetben az orvos, amikor van egy állapot, ami éppen aktuális, még problémát nem okoz, és elhitetni a szülőkkel, illetőleg a sejldülőkkel, hogy rendben van, most minden oké, okay, de ha ez így folytatódik, akkor később majd... 5 év múlva, 10 év múlva problémát fog okozni. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség pedig az, ahogy említettem, ritka kivételtől el eltekintve, speciális gyógyszeres kezelése nincsen, és talán a legnehezebb a betegeket arra rábírni, hogy az életmódjukon változtassanak. Ez így igaz. A plusz bevitt szénhidrátokon kell csökkenteni, tehát itt uh, uh, a diétás megfontolások nem olyan szigorúak, mint egy cukorbetegségben, hogy gramra kell pontosan számolni a szénhidrátokat. Azt kell mondanom, hogy józan paraszt észre Oda kell. kell. figyelni. Így van, a plusz szénhidrátokat kell mindenképpen elhagyni, illetőleg testmozgás, testmozgás, Batom, testmozgás. Minden testmozgás. Minden. Most mi is mozgunk, felállunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, amelyet az elmúlt percekben dr. Török András gyermekgyógyásztal, a folytattam az inzulin rezisztenciáról.